Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy Arch Linuxos feladatot fogunk ellátni, azaz, aki Debiant vagy egyéb más nem Arch alapú rendszert használ, ő neki ez a videó érdekes lehet, de hasznosítani nem fogja tudni. A feladat nagyon egyszerű, az Auro-ból, tehát a közösségi tárhelyből manuálisan fogunk telepíteni egy programot. Ennek mi az értelme? Ennek az az értelme, hogy mindenki tudja, hogy vannak úgynevezett Aur helperek, ami az Aurból, tehát a közösségi tárhelyről telepítenek dolgokat. De előfordulhat olyan dolog, hogy te nem szeretnéd az Aur helpert használni, mert nem szeretnéd. Vagy nincs a gépeden Aur helper, akkor azt telepíteni kell. Példának a Parut fogjuk használni, egy Aur helpert kézzel telepíte. Azaz, hogyan kell kézzel telepíteni? Első, inkább azt mondom, nulladik lépés. Készíts egy olyan tesztkönyvtárat, amibe dolgozol. Ennek igazából egyetlen egy dolog az értelme. Nem szemeteled tele a rendszeredet, a könyvtáraidat. Azaz ebben a könyvtárban fogunk dolgozni, amit én létrehoztam, és Aur Test lett a neve. És abba a könyvtárba belépsz, és indítasz abba a könyvtárba egy terminált. Azért hangsúlyoztam ki, hogy abba a könyvtárba, mert nyilvánvalóan abba a könyvtárba fognak lejönni a dolgok. Első lépés, hát akkor szerezzünk be egy terminált. Hogyha valaki például Cinnamont használ, és elkészítette mondjuk a Nemo, vagy akármely grafikus felületű fájlkezelővel a könyvtárat, amit egyébként terminálba is meg lehet csinálni, akkor utána bemegy és megnyomja általában a jobb gombot, és lesz olyan, hogy megnyitás terminálba. Figyeljél rá, megnyitás terminálba, és nem megnyitás rendszergazdaként. Azaz megnyitás terminálba, megnyílott a kedvenc beállított terminálunk. Következő lépés. Ez a lépés általában felesleges. Miért? Mert ezek a programok általában telepítve vannak. Mi ez? Természetesen a fejlesztői csomag, illetve a Git. A GitHub kezelő csomagunk. Azaz beírjuk sudo pacman kötőjel nagyes, és utána az, hogy base kötőjel devel, illetve hogy git. Ezt le fogjuk enterezni, bekéri a jelszavamat, megadom a jelszavamat, és utána ő elmondja, hogyha fent vannak, hogy bocsi, ezek napra készek. Ahogy lehet látni, telepítve van az a környezet, amire nekem szükség van. Következő dolog. Felmegyünk az Aur-nak a honlapjára, a csomagok közé rákattintunk, tehát erre az oldalra megyünk, és utána beírjuk a nevét annak a csomagnak, amit szeretnénk telepíteni. Nyilvánvalóan elég sokat kiír, kiválasztod azt, ami számodra fontos, és hogyha nem tudod fejből, ide rákattintasz a névre, amit kiválasztottál, és ez a sor lesz számodra fontos. Nem kell megijedni, hogy ez írásvédett. Nyilvánvalóan ez egy külső, tőled külső tárhely, ebbe te nem fogsz tudni irogatni, azaz leírja nekünk azt, hogy klik a másoláshoz. Ezt be fogjuk másolni a vágólapra, és utána, bocsánat, előtte, hogyha valakinek ilyen indítatása van, és mindenkit arra motiválok, hogy legyen ilyen indítatása, amikor először telepíti a programot, hogy felmehet, nem fogunk felmenni, mert felesleges, mert ezt öntevékenyen meg tudod csinálni, felmegy a honlapra, arra a honlapra, ahol tárgyalják, hogy milyen program ez, mit csinál, hogyan kell beállítani, egyéb. Tehát azért olvas utána, mielőtt valamit feltelepítgetnél. Oké, következő lépés nagyon egyszerű, le kell klónozni azt a tárhelyet, amelyben a megfelelő, nekünk fontos fájlok vannak, azaz hogyan történik ez. Git, klón, és az előbb kimásolt link, hosszú link, azt bemásoljuk ide, leenterezzük. Oké, lefutott a dolog, örülünk neki, világgyorsan lefutott, még nem telepedett semmi, csak le vannak másolva nekünk azok az eszközök, amire szükségünk van. Örömmel látjuk, hogy megjelent a Paru elnevezésű könyvtár. Figyelj arra, hogy a link végén az volt, hogy Paru kötőjel git, itt pedig már a könyvtár neve az, hogy Paru.
Na hát ebbe a könyvtárba be fogunk lépni, hogyan lépünk be terminálba egy könyvtárba, beírjuk, hogy CD és a könyvtár neve. Leellenőrizzük, hogy beléptünk a könyvtárba, bent vagyunk a könyvtárba. Oké, a következő lépés egyszerű. A feladatunk az lesz, mint a profik, le fogjuk fordítani az állományokat. Itt szokott az emberek nagy része megijedni, és azt mondani, hogy ő nem tud fordítani, nem tudja elkészíteni azt a csomagot, amire nekünk szükségünk van. A csomag elkészítése nagyon egyszerű. Beírjuk, hogy MAKE PKG, tehát csinálj csomagot, nagyjából ez a fordítás a nevének, kötőjel SE. Nehéz? Nem. Természetesen nem nehéz, és utána leenterezzük. Igen, tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ilyenkor légy szíves az összes beállított fájlokat, az összes letöltött fájlokat, a csomag elkészítésének a szkriptjét, mert különben ez egy szkript, ami lefut, azt nézd meg egyesével, ellenőrizd, hogyan működik, mit fog csinálni, hogyan, mit fog hova telepíteni. Én azt mondom, hogy ha megbízol abba az emberkébe, aki elkészíti a csomagot, mondjuk jelen pillanatban a parut, akkor nem feltétlenül kell megnézegetni ezeket az állományokat. Miért? Mert megbízok benne. Ha nem bíznék meg benne, nem telepíteném. Oké, tehát ez annyira egyszerű, logikus dolog, hogy nem kell mindenkinek minden lépését kétszer leellenőrizni, hiszen ezt a programot sokan használják, és nem kell neked megnézegetni krikszkrakszos állományokat. Amatőr szemmel úgy néz ki, mint a krikszkraksz, profik biztos tudják, hogy mi az, de igazándiból nem kell azzal időt tölteni. No hát, hogyha esetleg nem fut le valami, és hiba van benne, és úgy érzed, hogy például függőségi hiba, vagy egyéb ilyen apróbb hiba van, akkor bele tudsz nézni, bele tudsz irogatni, át tudod irogatni, de én azt gondolom, hogy a mi szintünkön egy-egy ilyen eszköz átírása nem feltétlenül jó. Inkább hagyd azt a programot a fenébe, hogyha nem fut le, illetve hogyha nem vagy benne biztos, hogy megbízható ember, akkor hagyd a fenébe. Jó? Tehát nem kell mindent telepíteni, csak azért, mert hallottam róla, de nem futott le a telepítés, nem működik, akkor nem kell vele gányolni, ha nem annyira fontos. Lassacskán le fog futni a dolog. Miután lefutott a dolog, nyilvánvalóan telepíteni kell. Ha szeretnéd tudni, hogy hány perc, hány másodpercig tartott az egész, itt meg lehet nézni, illetve ki szokta írni, hogy hány percig tartott. Igazából érdektelen. Arra azért fel lehet készülni, ha drabális nagy programot akarsz így lefordítani, tehát nem binárisból vagy csomagból telepíteni, az hosszadalmas idő lehet. De megvan az öröme, hogy legalább te csináltad ezeket a dolgokat. Bekéri a jelszavunkat, megadjuk a jelszót, oké, kész van a csomag, tehát megvan a csomagunk. Most már csak telepíteni kell, kezdődhet a telepítés, igen. Megnézzük, hogy ez a verzió, ezt a verziót szerettük volna, igen, nyilvánvalóan, mivel ezt készítettük el, és akkor igenre, i betűre fogunk ütni, azaz leütjük az Entert. Ha ilyet látsz, hogy nagy i per n, akkor a nagy i azt jelenti, hogy Enterre ezt a választ, az igent fogadja el. Ha kettő kisbetű van, akkor valóban kézzel le kell nyomni, vagy az it, vagy a yes-t, vagy az ennet, mint no, nem, igen, vagy yes, ki kell választani, de itt voltak olyan ügyesek, hogy igen, az i betűt kiemelték, azaz egy enter ütésével mehetünk tovább. Ennyi, beírom, hogy paru, enter, és lefut a paru. Tehát gyakorlatilag egy rendszer frissítő, rendszer karbantartó aur helpert kapunk. Ha különböző kapcsoló nélkül indítjuk, akkor egy rendszer frissítést csinál. Paró, lefutott. Oké, nagyon-nagyon örülünk, működik a dolog. Oké, eljutottunk odáig, hogy föl van telepítve a program, működik is. Picit nézzünk vissza oda, onnan elindultuk. Mi értelme van ennek? Természetesen alapértelmezett érték ennek a kézi telepítésnek az, hogyha egy vagy két programot szeretnél telepíteni, és Aur Helpert nem szeretnél használni, akkor tudsz telepíteni. Meg természetesen az is nagyon jó dolog, hogy legalább egyszer kipróbálod, hogyan megy, fölírtad ezt a 3-2 akárhány parancsot, és utána már független vagy bármilyen Aur Helpertől, van a gépen, nincs a gépen, éppen működik, vagy éppen nem,
független vagy bármitől, és tudod telepíteni a kívánt aurós programot. Oké, ezen kívül van egy ilyen harmad tizedrangú értéke is a dolognak, amit sokan lenéznek, az utóbbi időben én nem. Mi ez az érték? Ez az érték az, hogyha én leklónozok egy GitHub oldalt, vagy akármilyen forráskódot begyűjtök, és elteszek, az az én gépemen van. Nincs kitéve az ember annak, hogy valami megváltozik abba a programba, és utána már nem éred el azt a verziót, amit te használtál. Vagy éppen javítottak rajta, de úgy, hogy rosszabb lett. A forráskód, az ehhez tartozó dolgok megvannak a gépeden, megvan az elkészített csomag. Hát hol van az elkészített csomag? Az elkészített csomag, ide belemegyünk, és itt található az elkészített csomagod. Hogyha te ezt a csomagot elteszed, természetesen pontosan ez a verziójú lesz telepítve, ha ezt fogod telepíteni, hiszen ez, amit mi készítettünk, pontosan olyan csomag, mint amit az Arch Linux hivatalos tárolóiban elérhető, legalábbis maga a csomagnak a minősége, az, hogy te fordítottad, vagy professzionálisan fordították, az teljesen mindegy. Tehát van egy olyan saját csomagod, ami 101%, hogy a 204 kötőjel 1 verziójú csomagod lesz meg. Akármit csinálnak, változtatnak rajta, vagy egyéb, és nem vagy kitéve annak, hogy egy GitHub oldal megszűnik, kikerül valami az Aurból, és utána nem tudod telepíteni ezt a programot. Nemrég futottam bele ilyen problémába, azért is készült ez a videó, és azért is érzem fontosnak, hogy olyan programok, amik kisebbek. Nyilván a LibreOffice nem fog megszűnni, és elérhetetlenné válni, például mondtam egy programot, vagy akármi nagyobb program, de a picike kis programok, amik a te rendszeredben igazából kis helyet foglalnak el, igazából nem is sokan ismerik, azok meg szoktak szűnni, és ha megszűnik, és nincs, és esetleg még a GitHub, GitLab, vagy akármilyen oldaluk, a kódbázisuk is eltűnik a nagy semmibe, mert sokan akár sértődésből, akármiből lehúzzák az oldalt, és utána nem elérhető, akkor természetesen hát gondolhatunk arra, hogy milyen jó volt a program, de használni nem tudjuk. Köszi szépen, sziasztok!